Soha az életben nem volt ilyen szerencsénk, hogy nyertünk volna. Én gazdasági igazgató voltam, egész fiatal korom voltam, 30 éves koromtól. Gazdaságvezető voltam szintén egy szakcsoportnál, utána kiszövetkezetnél, tehát számviteli vonalon voltunk mind a ketten. Szinte napi rendszerességgel, most tehát ha járunk vásárolni, akkor mindig veszünk tulajdonképpen a borsot. Borsban rengeteg ilyen színészekkel, celebekkel kapcsolatos dolgok vannak azokat. És én, amit most nagyon szeretek, én a rejtvényeket. Megmondom őszintén, nekem az a legfontosabb benne a rejtvény. Hátulról kezdem a sporttal. Azt akartam kérdezni. aztán az elejéről a gazdaságpolitikával. Aztán közben mindennel. Középsőket szoktuk venni, mert nem, megmondom nagyon őszintén, nem szeretem azt, hogy nagyon sokan olvassák a... Ja igen, és visszateszik. És akkor visszateszik az újságot, és inkább így középről szoktunk venni. Ebéd után. Tegnap ebéd után hívott a... Aranyosi Henriett. És a Henriett a férjem vette fel tulajdonképpen, és hát nem is akartuk elhinni, hogy ilyen szerencsénk legyen. Hát az, hogy a főnyereményt megnyerte a férjem. Ezt mondta, hogy kihúzták, kisorsolták, és nem akartuk elhinni. Soha az életben nem volt ilyen szerencsénk, hogy nyertünk volna. Nem akartuk elhinni. Nem akartuk még mindig elhinni. Azt hittük, hogy vicc. Mi most már elég régen voltunk üdülni. Úgyhogy a COVID miatt abszolút nem mentünk sehova. Gyulára szeretnék nagyon lemenni, ott már voltunk, de nagyon tetszik az a kisváros. Többször is. Unokák kapnak legalább egy tábla csokit? Hát, sokat többet.